És visszamegyek és beszélek vele. Mert arra az NPC-re nekem lehet, hogy lesz majd szükségem, meg nem szeretem kihagyni az ilyen dolgokat, mindig itt buzerál a fejemben, hogy valamit kihagytam, de biztos, hogy ezt az érzést ti is ismeritek, tudja, hogy nem újdonságot mondok vele. Én valahol itt láttam, ugye megkeressük. Tehát, azt mondja, hogy itt jöttem el ennek a szélén. Így van, és itt itt a bal szélén, itt a peremnél láttam egy NPC-t, egy ilyen madárfejű akármit, hogy itt áll. Ugye nem tudtam vele beszélni a sniperök miatt, így van, ami ugye most is gyönyörű szépen meg is talált, de... Lehetnél-e te, Mr. Pályaszakasz, ennél is idegesítőbb? A farkas. Twitteren láttam egy tök jó képet, ki is raktam egyébként. Ne. Ahol így kiírják, hogy mi minden számít cheatnek a játékban, tehát cheat a googolás, cheat a mágia, cheat az esofor használata, cheat végében minden cheat, ami a játékban van. Ezt így poénból összeírták, de nekem nagyon tetszett. Cheat NPC-vel beszélni, cheat idézni, cheat a multiplayer. Ha jól emlékszem, itt állt fönt. Vagy már eltűnt, mert megöltem a boszt. Bújjunk be ide mögé. Majdnem kicsipett a fal mögül. Na, ez folyamatosan lőni fog. És ha legugolok? Ha? Hello? Good to see you. Apologies, mate, but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, but I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. Micsoda? Kiről van szó? I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Leave this place to me. You just do what you feel. Persze, Exterion. Ó, már mikor? Már rég. Persze, lement. Hogyne. Right? And if we reach a dead end, lement, igen. I suppose we go back to the source. Celebes rarely gives a straight answer. First time. Celebes. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? And if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Hol találkoztunk Celebes-szal, várjál már. First time. Te nem árulod el? Micsoda? Várjál! Reach dead end, I suppose we go back to the source. Celebes really gives a straight answer the first time. Tudom, hogy hova kell menni. Tudom, hogy hova kell menni. Vissza kell menni ahhoz a Grace-hez. Csak ahhoz innen ki kell menni. Mert én nem tudok kimenni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy kell.
Amúgy azt is nagyon-nagyon bírom, és ezt a bemutatóban nem mondtam el, de hogy van súlya a lónak. Tehát Torrentnek van súlya, hogy mész fele, érződik, hogy ilyen súlyos lénnyel nyomulsz előre. Igen. Castle Morn. Nem, várjál. Volt a három torony. Itt van. Ott van Seluvis. Oda kell menni. Vágó úr, szeretném a közönség segítségét kérni. Ki tud sportálozni? Mindegy, mégis már így is meg lett, de biztos, hogy valaki lett, de már nem jöttem rá, hogy hogy. R3 a térképek közötti váltás. Aha. Jó, ott van show underground, show above ground. Oh. Csak azt kellett volna megnézni az információs részt. Oké, okay, köszönöm. Kicsit dummin néztem ezt az egészet. Oda. Azt mondta, hogy ott lesz. Hát ha nem ott lesz, akkor nem tudom, miről beszélt a farkas. Az a sárkány, amivel itt küzdöttem, az valamiért egyszer csak eltűnik. Itt meghalok? Nem. Chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Uda utálom ezt a csávot. Then off you trot. I have enough on my plate. Oh, egy új párbeszéd, igen. Well, well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Oh. Oh. I've no time for idle. The only thing I... Are we under... I have enough. Gyűlölöm ezt a csávot, fúj, de egy undorító ember, bah! Tehát, a mi kis feladatunk az nem más lenne, mint hogy Selinnel kéne beszélni. Fú, annyi helyen voltunk már, és még mennyi minden van. Nomadic Merchant. Oda mentünk be. És ugye voltunk mi itt. De most ezt, te például ezeket nem értem, hogy itt a múltkori streamben ide bejöttünk. Ide. És itt volt is egy NPC, nem? Most nem szakadjunk ezzel. Van, hogy jelzi az NPC-t a térkép, van, hogy nem. Mondjuk a múltkori streamben rájöttem, hogy ha tovább viszek egy küldetést, akkor vannak NPC-k, akik simán eltűnnek onnan, ahol voltak, aminek amúgy van is értelme. De amúgy erre nem árt figyelni, hogy a jól megszokott helyszín az néha rendesen megváltozik. Ha, itt az úton tudunk csak felmenni.
Az igen. Majd jött is utána egy medve. Ez egy rovafrút. Amúgy az itt szóló zene, az nekem nagyon tetszik, amit Limgrave-ben megy. Ez az egyik legjobb. Olyan annyira jól illeszkedik ehhez a világhoz. Ami itt van zene, hogy arra nincsenek szavak. Purcimackó, azaz. De tényleg, hogyha ezt meghallgatjátok, ezt a zenét, amúgy nagyon-nagyon meditatív. Nekem nagyon tetszik. Pedig most semmi extra, csak egy ambient soundtrack megy. De tök jó. Olyan elveszettség érzés sugal. Itt voltunk a múltkori streamben. Igen. Igen. Akkor miért nem jelzi a térkép? Ez néha annyira furcsa nekem. Vagy nem jöttem be ide, vagy nem küzdöttem meg valamivel. Uram, atyám. És akkor ideig még nem jöttem le. És azért nem jelzi a térkép, mert nem jöttem le ide. De itt... De most meg jelzi. Na mindegy. Hát ez kurva jó. Hello. Anya. Azt hittem legalább kisztegöröli. Ennyit sebeztem rajta? Nem sebez rajta a Magic. Szinte alig sebezek rajta. Úgyhogy nem is akarom Magic-kel lőni. Ja, tehát ezt még belenyomom. Yes. Hú, ez azért sebzett. Nincs is sok HP-ja amúgy. Áú! Man! What kind of damage is this? Seggezni kell? Segg. Dead. Feje felfog kb. Mindent. Mennyi HP-d van? HP-je maradt, ez komoly. Enemy felt. Itt egy Lost Grace. Hát akkor azért nem jelezte a térkép, mert ide bejöttem a múltkori streamben. És innen én csak tovább mentem? Akkor ez lesz a baj? Mert ha nem ölöd meg a bosst, akkor nem jelzi meg a térkép. Ezt nem értem. Na mindegy. Na mindegy. Hello. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? I want to learn sorcery. For glintstone sorceries. Well, your aptitude does appear passable, but one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Mint ez a mini boss is, vagy az Oak Guardian is később tucat mob lesz. Ó, az mindig így van, így van. Of work. Very well. You are now my protege in Glintstone Sorcery. Protege. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Protege. Anticipate grievances, young apprentice. Ó, ez árul mindenféle szorkerit. Ez mi? Scholar Armament. Ancient Right Hand Armament with Magic Damage. Man! Na várjatok! Right Hand. Abban van a szurkapiszka. Fires Volley of Glintstone Crystal Shards. Ez nekünk megvan. Ez is megvan. Fires Three Shooting Stars that pursues foes. Ez mi? Fires Magic Projectile from Glintstone. Scholar's Shield. Enhance Left Hand Shield Damage.
Negation. Ó, ez nagyon jó. Fú, ez nekem must have. Főleg Dexterity, intellect Dexterity-re. Ilyen már nagyon régóta kellett volna, hogy meglegyen nekem. Ez must have. És csak 12 intellect. Hát nincs mit gondolkodni, ezt vegyük meg. Tehát ez egyértelmű. Give scroll. Show letter. A scrollt nem adjuk oda, mert akkor megöli magát. Kavics. Ez mi akar lenni? Celavis is not a name I ever wanted to hear again, but fine. If it will help you, my apprentice. Kamu Francia. I offer my knowledge. Nem rossz, jó a Kamu Franciád. The fate of the Carian royal family, and the fate of your mistress Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations, and in a crushing victory, arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. Négy évig tanítottak az igazra, de hősesen ellenállta. Scrollt nem adjuk oda, mert megöli. Most akkor menjek vissza Bladehez? Young apprentice, you are a tadpole when it comes to so to become now. Jézuskának hála vissza tudok teleportálni, mert magamtól már erre nem jöttem volna rá valószínűleg. Oda menjünk, akkor nem is onnan kell jönni, hanem minden elég odafutni. De jó, hogy már jelzi az NPC-ket, és ő az, akihez megyünk. Vagyis így néz ki ő is. A VOD-csatornán kérdezte valaki, mikor cserélem már le végre ezeket a szar ruhákat. Hát őszintén megmondom neked, hogy szerintem a játék végéig nem, de... De egyébként, na mindegy, ezt a bemutatóban is elmondtam, hogy teljesen tök mindegy, amúgy milyen ruhában vagy. Ha már tölti is a nyilat, megpróbálok cikcakkolni. You bitch! Ah, well met. What news? So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurge Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. You're coming too, right? To Radahn's festivities. I'll meet you at Redmayne Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. Ez hol van ez a hely, amit mond? Sword and fang. Még nem is jártam ilyen helyen. Még egyszer. You're coming too, right? To Radahn's festivities. I'll meet you at Redmayne Castle in Caelid. Redmayne Castle in Caelid. We fight. Sword and fang. Hol van ez Redmayne Castle in Caelid? Mm-hmm.
lent délkeleten. Tehát akkor ez nem itt van? Ezt akkor jól értem. Ez nem itt van. Hanem ez valahol lent. Akárhol. És egyébként itt fent mi van? Például itt. Meg mondjuk mit tudom én itt. Nem is jártam ott? Hadd nézzek már ott szét gyorsan. Azt hittem lesétált magától. Ezt a jelölőt innen kiveszem, mert zavar. Többi maradhat. Karnevára küld? Így van, Exterion. Nem, nem, nem kell kép elég, hogyha megmondjátok egyébként, srácok, tehát, hogy így délen, keleten, északon. Nekem ezek így elég, abból értem úgyis. Piros részen, délkeleten. Na így, így jó. Így jó, ha mondjátok, nem kell képet küldeni, közös srácok, de így, így bőségesen elég. A, itt nem lehet tovább menni, itt már viszont voltam. Oda kell menni a Radan Karnevára. Impossible Great Bridge. Azt keresd. Oké. Okay. Oké. Okay. Kiváló boss fight található ott. Fenti vörös terület. Jó. Okés. Például itt mi van? Itt vannak ezek az idétlen növények, akiket így semmilyen szinten nem szeretek. Szűz Mária, mekkora parti megy itt. Megyek is innen. Itt ez az undormány. Itt is hagyom. Itt benn mi van? Hali? Ujjjjj. Itt lent nem nagyon van sok látnivalód, amíg nem végzel a fest... Oh. Te négyet ütsz. Van itt lent egy boss, de jóval nehezebb, mint a szarvas. Aha. Akkor ezek szerint ez egy nehéz boss, ami itt van. Hát ez teljesen build függő, kinek hanyadik alkalommal megy le, igen, ez abszolút. Teljesen build függő az egész, hogy most neked az milyen, nyilván nekem is volt, hogy mondtátok, hogy strength build-el nagyon könnyen lement, azt hiszem. Nem is tudom, melyik bosszon killódtam. De azért ez tényleg így van, hogy amilyen build-et használsz, őristen, hát ezt tudtam, hogy ez van itt, akkor nem jövök fel ide. Tehát azt mondjátok, hogy arra a részre nem is nagyon lehet bejutni. Nem is nagyon lehet bejutni, amíg én oda... Tehát ott lehetne bemenni, azon a bridge-en? Oda még nem. Akkor jó, akkor hagyjuk, akkor menjünk tovább. És akkor azt mondta... Vagyis mondtátok ti, hogy ez bizony ugye éjszak. Mm.
Azon gondolkozom, hogy van-e még valami, amit én még itt szívesen megnéznék, de most hirtelen nem nagyon látok itt semmit. Ugye itt mennyire kevés Grace találtam meg? Még biztos van egy csomó ezen kívül. Pont felé nézel. Aha. Csak meg kéne találnom azt is, hogy melyik Grace-szel. Kezdjük az egész, de akkor kezdjük el innen. Nincs meg, Petike Halihó. Nincs meg. Radandra azt mondják, hogy opcionális boss. Az, akkor szokták mondani, hogyha nem kell a fő sztorihoz. Csak akkor. Tehát, hogyha az egyik végigjátszáshoz nem kell. Akkor mindig azt szokták mondani, hogy akkor nem tehát, hogy opcionális. Kettes kék jelölő, az hova mutat, ugyan? Na mindegy, nekünk az egyes felé kell menni, az a tuti. Igen, ott az egyes felé. Erős varázsbot. Figyelj, most ami nekem van, az nagyon-nagyon jó. Ezt trédeltem az egyik kedves nézővel, Exterionnal. Ott nekem oda fel kéne jutni. Ha meg is vagy, honnan tudnék oda menni? Kalapácsot, ha megvan neked? Figyelj, megnézem most, mit szólsz. Ez a Great Axe-ek, Morning Star. A Brickhammerre gondolsz, vagy a Pickaxe-ra? Ezek a kalapácsaim vannak, Exterion. De bármikor eltrédelem neked. A brick hammer, ha kell esetleg, akkor nagyon szívesen átadom. Ha erre gondolsz, akkor akár még ma is nyílbe üthetjük. Hát Exterion, akkor simán eltrédelhetjük tőlem ma is. Vagy lesz még stream Elden Ringből szerdán is, hogyha gondolod, akkor én simán ma nem. Akkor szerdára készülj már úgy, vagy próbálj már meg úgy készülni, hogy el tudjuk trédelni, mert nagyon szívesen átadom, persze. Tök jó holmikat adtál. Csütörtökön nem lesz Elden Ring, csütörtökön Final Fantasy lesz, de szerdán lesz, úgyhogy szerdán akkor készülj már úgy, hogy akkor megcsináljuk. És akkor nagyon szívesen átadom neked a Brickhammert, hogyne, persze. De amíg valami srácok nektek kéne, amit láttatok az inventory-ban, akkor nyugodtan szóljatok, mert bárkinek bármit nagyon szívesen odadok. Hát nyilván, amit használok, azt mondjuk nem szívesen, de ha nagyon szeretnétek, azt is odaadom. De egyébként ezen kívül nagyon, nagyon szívesen trédelgetek. Bármelyik őtökkel. Na, merre mutat a Grace? Sem erre. Itt egy ilyen boss, amit az előbb vertünk meg, tényleg ilyen teljesen trash mob lett belőle a végén. Smithing Stone. Limgrave A. East. Ez pedig egy nagyon-nagyon régi temető. Egyszer voltam egy ilyen temetőben, és ez egy magyar temető volt Szlovákiában, teljesen elhagyatottan. Nagyon érdekes volt, ugyanígy benőtte a természet. És 1800-as évekből találtunk sírfeliratokat, tök érdekes volt. És itt egy csomó mindent lehetett nézni, az összes egyébként magyar sírfeliratú sír volt.
gyönyörűen lekapja a poiszt pillanatokat. Hát meg gondolom hatalmasat üt, és akkor igen. Igen, meg azt gondolom staggeröl is, ahogy csak tud. Miért van ilyen kevés szólom? Valahol meghaltam és nem szedtem vissza. Van ez így? Ez mi? Ötlenül belekeveredtem egy boss fightba, teljesen random. Hát várjatok már, hát ez mit? Hajókázik? Mit csinálsz? A csónakkal harcol? Kiütötték alólam a lovat. Párom már erre mondaná, hogy hú, de félelmetes. Lőjünk rá egy nyilat. Yes. Nem szereted mi? Yes. Hát nem beleáll arccal. Felfogta arccal. Ne fogjátok már föl! Itt még életemben nem láttam, hogy valaki egy csónakkal harcol. Soha életemben nem láttam még ilyet. Egyetlen egy Souls játékban sem, pedig már sokkal játszottam. Au. Meg ne hajj nekem, mert itt őrülök meg. Mondom, ne hajj meg. Hol vagy? Dead. Enemy felled. Death Root. Skeletal Militiaman Ashes. Oh. Okay. És itt van valami loot? Ez majd kellett questhez. Majd amikor a társa a mezőn csónakázik. Ez komoly. De jó lenne, mint egy Holy Priest. Tudjátok, az a Holy Priest build-el, hogy ezeket akkor instant ki lehet nyírni, elég csak hozzájuk érni. Igazán látok én itt semmit. Vannak itemecskék, egy legalábbis biztosan. Ez egy egyes rangú smithing stone. És egyes rangú, ja, így. Már megint elvesztem. Mit is keresek itt? Ja, megyek éjszakra. Az a baj ezzel a játékkal, srácok, hogy egyszerűen nem lehet fókuszban maradni, hogy mit akarsz csinálni. Annyira irigylem azokat, akik végig tudnak vinni egy ilyen játékot úgy, hogy csak a main story-ra fókuszálnak. Én életemben nem tudnék így végigvinni egy játékot. Mármint ezt biztosan nem. Volt már olyan játék, például a Pokémon, a Pokémon Brilliant Diamond and Rising Shine, vagy Pearl. Hogy végig toltam, mert úgy voltam vele, hogy nem bírom tovább a kreténséget, de ezt nagyon nehéz egyébként ilyen szisztematikusan végigvinni, hogy tudjátok, hogy akkor ráállok arra, hogy most elmegyek oda. Mindig van valami, ami így közbeszól. Ugyanúgy feltámadnak a csontik, mint itt, amikor majd csónakázik a mezőn? Azt már nagyon várom. Ez is egy csata helyszíne, ilyenből több ilyen Memorial Ground is van a játékban, ezt is elolvassuk. Csak a poén kedvéért, hogy itt mi történt. Tattered and Faded. Gondoltam, hogy nem vidám történetet fogok olvasni. Ez itt micsoda? És látjátok, már is letérsz az útról. Tehát ez ennek a játéknak az egyik nagy... Itt egy random grace.
Le is csücsülök. Következő... Ó, várjatok, mielőtt bármit csinálik, memorizoljunk már egy spellt. Na, erre nincs szükségünk, viszont erre igen, ezt ki is akarom én próbálni. Na, várjatok csak. Tehát, azt mondja, hogy ezt... Ó, igen. Ó, igen. Ennek már rég meg kellett volna lenni, srácok. Ezt kerestem már mióta, az összes Dark Souls-ban megvolt ez a képesség, amivel feláncsantalom a weaponom. Úristen, milyen jól is néz ki. És nézzétek meg, még a bajusz kapitánynak még a bajszán is megtörik a fény. Fantasztikus, fantasztikus. Cookbook. Meg egy Nomadic Warrior cookbook. Itt miért ízzik ez az egész? Tudja, ennek van valami rettenetes története, ami szintén nagyon-nagyon szomorú. Szóhisztó, papa. Miért szállt le a lóra? Miért szállt le a lóra? Mi történt? Ez mi? Hello? A random beim védelt egy cucc. Au. Mi ez a jumpingolás? Ez mi? Ez valami bénázás itt? Gondolom így néz ki a PvP is. Uram, Isten! Sacred Scorpion Charm. Ne, légy szíves, ne emótolj. Kérlek, ne. Kérlek, ne. Kérlek, ne. Ne, fejezd be. Találtam egy charmot. Raises focus. Mondjuk ez fókuszt ad. Ez meg a maximum equipment loadomat növeli, ne várjál. Ha lecserélem, akkor medium loadra megyek. Így is. Ilyen nehéz ez a talizmán. Mi nyom rajtam ilyen sokat? 5,1-es weight. Aha. Nagyon nehéz ez a cucc, az a baj. Ez könnyebb. Nem egészen egy kiló. Val. A rezisztanszai viszont visszaesnek, bár nem olyan retteltesen sokkal. De azért visszaesnek. Nagyon nehéz ez a cucc. Így is médium lódos leszek, sajnos. Mitől vagyok én médium lód? Ezt kéne levenni. És akkor segpucéra nyomni. Aha. Mindjárt barátibb, és akkor maximum HP raises focus. Most ezt miért csináltam? Hát tedd már vissza. Ez mi? Raises vitality. Aha. Raises holy attack but lower damage negation. És ez will be lost on death in place of runes. Hát srácok. De így még úgy nézünk ki, mint valami szatír.
mondhatni szörnyen. Nincs valami olyan, amivel képes volnék cipőt magamra erőltetni? Ez is medium load, minden medium load lesz. Azonnal felmegyünk medium loadra, de azt nem hagyhatom. És ha felveszem ezt... Meg mondjuk ezt? Nem, nem lehet. Mi a tosz lóg a nyakában? Ez kérlek szépen... Kérlek szépen... Hát véleményem szerint ez egy pohártartó, és akkor, hogyha itt van egy spannya, akkor le tudnak űrni, nyomatni egy sört, és futás közben nem rázódik föl. Vagy két doboz sör elfélben, és nem kell kézben vinni, persze becsukva. Nyilván kinyitva eléggé nagy pazarlás. Nagyjából erre tudnék tippelni. Két kőbambi elfér benne, dobozos, félig is. Kazettás magnó szobra. Igen, és vagy egy hamutál. Elég egy bilincszerűség, de egyébként viccet félretéve nyilván, tehát persze, tehát ezt láthattuk is a... igen, női bilincs. Így van, tehát ezt láthattuk is, hogy így ugye ebbe volt belefogva a karja. Ugye az egyik részem a moboknak. Jó, hát akkor mazitlában nyomjuk tovább. Mert csak így férnek el az utcaim, sajnos. Várjál, de... De ez annyira kevés fókuszt ad, hogy ez döbbenetes. Tehát ez nekem nem is kell hagyni fókuszt. Tehát minek? Visszatesszük ezt a gatyát, és akkor így is megmarad a light load, és akkor legalább nem mezit láb vagyunk, ja? Így nem úgy nézünk ki, mint valami borzalmas... Szatír bácsi. Na, gyerünk tovább. Ghetto swag. Te kutya. De utálom ezeket a zombi kutyákat. Gondolom, ők is engem. Ők is engem. És ott egy Lost Grace! Hey. Jézuska! Szólni fogok úgyis, hogyha kell valami. Úgyis látni fogjátok, hogyha valami gáz van. Ha el vagyunk veszve. Te mit csinálsz? Ez mi? Azt hittem, mert lehet vele beszélni. És ez micsoda? Jó, ez az a trutyi, aminek 100 milliárd HP-je van, jaja. Nem lehet sebezni. Mi van a házikóban? Loot. Akkor felkapjuk a lovat. Kösz. Ó, hát ez fantasztikus, húzzunk innen. Ó, és most már mutatja a Grace, hogy merre kell menni, már megvan a guide. Egyszerű. A nyilvesszők is... Wow! Hát ez milyen fajta gang itt? Ti merre mentek? Ugadj meg! Hello? Milyen borzalmas, szörnyűséges helyeken vagyunk. Mit csinálnak azok? Ja, azok ilyen hullazabálók. Oda nem mennék a helyedben. Nagy fát nézd meg, jó lesz. Két lábú kutyák. Nem megyek le oda. Ott van egy csomó pot.
Nem szeretem azokat, nem. Nem megyek le. Nem. Nem annyira azért nem. Nagyon jó felfedezni, de nem így. Hát rengeteg kutya van itt. Lehet ezt a részt ki kéne kerülni, nem? Ha itt is van egy ilyen marika szobor, hogyha meghalok, akkor rögtön így tudjak újraéledni, úgyhogy gondolom miért rögtek ide a készítő. És akkor rajta ütöttek egy ilyen akármint, de várjátok, ennek van lootolási lehetősége. Hát nem pont észrevettél. Ez hülye. Open. Nyugodj meg! Itt a jó ég! Mik vannak már itt? Te mi vagy? Te megijedsz majd, mi? Uramisten! Mondtam, hogy itt volt egy marika szobor. Már megint nem tudom, miért is jöttünk erre. Ja igen, megyünk észak felé. Igen. Beakadtál a lába közé. Nagyon jó. Ó, hát ez zseniális lesz. Ó, ti egymást is ütitek. Az jó. Akkor azzal lehetne valamit kezdeni, hogy ti egymást is veritek. Azaz. Nagyszerű. Ők engem is sajnos elég rendesen. Nem tudtam kilútalni azt, ami ott benne van a chestben. Ami ezt ki kéne venni. Mindjárt megpróbálom őket egyesével összehúzgálni, aztán ezeket, ezt itt kicsit kipucolni. Na jó. Tegyünk fel egy ilyet. Őt húzzuk ide. Gyere. Nagyon jó. Gyere. Közelebb. Gyere. Most félsz? Elkezdett félni. Gyere! Dehogy nem! Minden megéri, srácok. Ebben a játékban mindent. Amit csak kedvetek van. Megéri, mert van kedvem őket megölni. Tehát értitek? Rájöttem, hogy kell, és onnantól kezdve már van kedvem ezzel szórakozni. Nyilván, hogyha... nem lenne kedvem hozzá, akkor nem csinálnám én sem, de így viszont van. Szedd ki? Volt benne egy Great Sword, ami egyáltalán nem érdekes számomra. Zombi T-rex kutya. Azt hiszem már mindent láttam. Jó éjszakát. Jó éjszakát, Tutto Zero van, köszönöm, hogy benéztél. Nyugodj meg! Jó, engedd el a lokont, mert nem látok semmit. Húzzunk innen. Áú! Itt meg! Váltsunk mágiára. Meg.
Haha! Itt vannak a szoljaim. Jó. Madárkutya is legyőzve. És te mit őriztél itt? Semmit? Ott egy item. Remélem valami krumpli bogár, explozív bolt. Oly te chest! Nézzük meg. Moonwell, megvan már neked, Wuzabbi? Moonwell. Exteri, hogyha specifikálod, hogy az micsoda, akkor megnézem. Nem tudom, most így ne, hirtelen nem ismerős. Az egy megölhető miniboss, egy spell, egy item. Mi az a Moonwell? Katana. Megnézem már is. Inventory. Szerintem még nincs is nekem katanám. Úgy, jól nézhet ki. Nincs. Nincs exterior. Nincs ilyesmim. De én egyébként sincs egyáltalán katanám. Tehát úgy általánosságban sincs egyáltalán egy darab katanám sem. Meg nem is szoktam használni. Bár volt már olyan Dark Souls, amiben játszottam katanával. Azt hiszem a Dark Souls 3-ban játszottam az Uchi katanával, meg a Onikiri és Ugodachival. Egy olyan buildet építettem föl, de annyira nem élveztem. Nekem uncsi a katana egy kicsit, és most azért tudja meg senki, aki katanával játszik, nem azt mondom, hogy az unalmas játékot jelent meg, csak nekem uncsi egy picit a katana, tehát az nekem olyan túl egyszerű. Nagyon hosszú, nagyon erős, nagyon, tehát kicsit olyan kicsit, mintha easy mode-ba tenném, de ez nem jelenti azt, hogy ez így is van, csak nekem túl könnyűnek tűnt, szóval mielőtt bárki most felszívná magát, ne szívjátok fel magatokat, csak mondom. Tudjátok, mire gondolok úgyis. Pedig neked való a katana, az nem hosszú. Arra a katonára gondoltok, amelyik intellektel szkélel? Ez mi? Szűz Mária. Amit olyan sokszor már mondtatok, és egyébként a streamben. Az intellektel nem hosszú. Itt van. Nem tudsz linket berakni, ez a reklámok miatt ki kellett, hogy vegyem, mert rengeteg... Anyám, mi van itt, srácok? Rengeteg linket dob a Twitch-en mindenféle reklámozós bot. Ne idegesítsetek már föl. Ezek ketten vannak? Ennyi nem. Hogy szétszedtek? Nem is, milyen több eszem? Milyen több eszem? Nem is több eszem szétszedett? A másik még fel se kelt? Mindjárt visszamegyünk. A Jani azt a katonát, azt hát biztos mondtátok majd, hogy hol lehet megszerezni, de azt nekem már lett volna lehetőségem megszerezni? Számodat nem magyarázat, van magyarázat? Hát... Őszinte leszek, én annyira nem találtam még hasznosnak. Tehát vannak olyan bosszok, amikben nagyon jó egyébként. Amikhez nagyon jó. De legtöbbjéhez nem igazán. Úristen, hol volt ez a bejárat? Közben ezek itt egymást is megölték. Itt van ezen a területen. Ah, tehát akkor még nem mentem el mellette. Wow. Ez lemeltelte itt ezt a falat. Mennyire király már ez, srácok. Mindjárt megtalálom, mert csak egy-két óra kérdése. Itt van? Nem? De ott egy item. Elküldte Discordon, hogy hol van. Köszönöm szépen. Megvan. De ha gondolod, most használhatok egy... Ja, most nem is tudok.
Itt meg gyorsan. Úgy kellene őket, hogy egyszerre sebezze. Au. Na gondold, akkor most megidézek farkasokat. És meg is halok. Ennyit érnek a farkasok. Srácok, azért semmit nem érnek. Azért nem használom őket, mert semmit nem ér. Sajnos. Viszont rengeteg manát elvesznek, meg nagyon sok időt. Úgyhogy nem használom őket egyáltalán. Ah. Au. De szépen összeálltatok nekem, de jó. Elnyeri a fejesük sajnos. Felhajtotta a fejét. Ti egymást nem sebzitek? Nem. Gáltanál, ha jól emlékszem. Azt mondja, hogy... Sárkány őrzi. Még jó lesz oda. Oké. Okay. Ja, csak mindjárt adunk még magamnak egy kis manát. Flaska. Van, tudunk charge-ot adni? Tudtunk adni egy charge-ot. Még az amount-ot is tudtuk növelni. A legutóbb ezt nem is csináltam meg. Hát ez fantasztikus. És akkor már is ugye 6-3-as arányba be tudjuk állítani a nagy angol-magyar meccs emlékére. Egyedülálló és megismételhetetlen eredményünk.